A drogmentes Magyarországért maraton csapata Zalaegerszegre érkezett. A 42 napos, 2100 kilométeres futás után itt pihentek meg a sportolók, és találkoztak a DJ válogatottal a stúdió klubban, ahol a két csapat összefogott és megfogadta, hogy közösen drogellenes bulikat szervez, illetve hogy együtt jótékonykodik. Így a zalaegerszegi gyermekkórházhoz mind a DJ válogatott, mind pedig a drogmentes Magyarországért maraton csapata hozzájárult. Mi is behívtuk, és szeretnénk megtámogatni ezt a nemes ügyet. Egy 100 000 forintot összegyűjtöttünk, ma is elhoztuk nektek. Drogok nélkül tisztán is lehet bulizni, és jól érezni magunkat, a szenvedélyünknek élni, de nem káros szenvedéllyel. A DJ válogatott a mai este folyamán csatlakozott a Drogmentes Magyarországért alapítványhoz, illetve mozgalomhoz, és azért tettük mindezt, mert úgy gondoljuk, hogy a fiataloknak szüksége van egy üzenetre, például azoktól az emberektől, akik számukra példaképek, és akik ebben a műfajban dolgoznak, akik karizmák, akik napjaink rockstárjaiként vannak apostrofálva, és az üzenet pedig az, hogy igenis lehet és kell is élni a drogok nélkül. A focipályán is itt, a klubban 16 magyar DJ, a DJ válogatott legjava. Itt van ma este Zalaegerszegen, hogy veletek együtt bulizzon, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk a CD-játszoknál. Kicsi White Boy, DJ Smith! Szóval összefoglalva, én azt javaslom a fiataloknak, hogy próbáljanak meg egy kicsit szerényebbek lenni, náluk okosabb emberektől tanácsot kérni, vagy rájuk hallgatni, és próbáljanak meg maguk elé értelmes célokat tűzni, és azokat lehet szenvedéllyel végrehajtani, elérni. Nem kellenek ehhez mindenféle mocskos segédszerek. Legalább a két hát hasznos kezdeményezés, ez találkozott itt Zalaegerszegen, és remélhetőleg mind a kettőnk a saját magunk területén tudunk segíteni ezzel, egy drogmentes Magyarországot, illetve a DJ válogatott a ma esti bevételt az felajánlja. Jótékony célra itt az Zalaegerszeg városának, és szerintem ez egy nagyon jó ötlet, egy nagyon jó szerencsés véletlen találkozás. Nagyon örülök, hogy a mai nap a Drogmentes Magyarországért mozgalom befutott hozzánk ide tulajdonképpen, és találkozott a DJ válogatottal, mert hát ilyen még szerintem nem volt a világtörténelemben, és mi is nagyon meglepődtünk, éppen ültünk egy étterembe, és ti meg megleptetek minket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog volt, és ami nagyon jó, hogy ti is adakoztatok, és mi is adakoztunk, és köszönjük szépen azt a 100 000 forintot egyébként, amit kaptunk, mert remélhetőleg jó helyre kerül, hiszen a zalaegerszegi kórháznak a gyermekosztályát támogatjuk. Egyszerűen szükség van szerintem olyan elfoglaltságok és olyan dolgok, lehet ez a sport, a labdarúgás, de lehet a szórakozás is, vagy bármi, ahol kiéli magát a fiatal. Nem biztos, hogy szükség van arra, hogy bármilyen tudatserkentőt, vagy növelőt, vagy bármi olyan dolgot beszéljen, ugye, vagy egyáltalán olyan, amitől úgy érzi, hogy abban a pillanatban jobban érzi magát. Ezek csak rövid távú dolgok, én azt gondolom, viszont nagyon sok károsodással járnak az évek során.